Tisztelettel köszöntöm a kedves megjelenteket, képviselő testületet, jegyzőasszonyt és a televízió nézőit, Zebegény község önkormányzat képviselő testületének 2019. május 17-i közmeghallgatással egybekötött testületi ülését megnyitom, megállapítom, hogy a képviselő testület 4 fő jelenlétével határozatképes. Ahogy mondtam az előbb, a mai ülés közmeghallgatás, melynek kötött a napirendje a 2018 évi költségvetés teljesítése, vagyis a zárszámadás ismertetése az első napirend, és a második napirendi pont a 2019 évi tervek, és ahogy azt már mindenki tudja, ebben a körben a lakossági hozzászólások kizárólag ezzel a két témával kapcsolatban vetődhetnek fel, tehát a napirendekhez kell, hogy kötődjenek. Az első számú napirendünk, kérem a képviselőtestület, hogy a napirendet elfogadja, szavazzon. 4 igen szavazattal elfogadtuk, köszönöm. Tehát a 18 évi zárszámadás. Zebegény Kisék önkormányzata a 2018 év zárszámadásáról szóló helyi rendeletét 19. április 11-én fogadta el, melyben az önkormányzat kiadási főösszegét 442.937.000 forintban, bevételi főösszegét pedig 457.674.000 forintban állapította meg, a pénzmaradványunk 18-ban 25.582.000 forint. Kezdjük a szokás szerint a bevételekkel. 134.146.000 működési célú támogatás érkezett államháztartáson belülről, melyből a működési célú állami támogatás 123.590.000 forint volt, 84.000 forintot kaptunk működési célú állami támogatásként a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól, és 10.472.000 forint volt a közfoglalkoztatási program támogatása. Felhalmozású célú támogatás államháztartáson belül 117.840.000 forint összegben érkezett, ezen felül 53.504.000 forint volt a közhatalmi bevételek összege, tehát a helyi adó bevételek, 37.053.000 forint volt a működési bevétel, 64.012.000 forint a finanszírozási bevétel, ez az óvoda és a konyha, ahogy mondtam az előbb, 25.582.000 forint volt a pénzmaradvány, 22.213.000 forint származott ingatlanértékesítésből, és 3.324.000 forint pedig megelőlegezésből. Tehát a bevételek összesen 457.674.000 forintban realizálódtak 2018-ban. A pénzmaradványnál azonban figyelembe kell venni, hogy a 25 millió forintból 8 millió forint a Kubinyi programnak a finanszírozása, és 4 millió forint pedig projektelőkészítés megelőlegezés költsége. A teljes bevételből az önként a kötelező feladatok bevételé 214.537.000 forintot tettek ki, az önként vállalt feladatok bevételei pedig 243.137.000 forintot. A teljes bevételből az óvoda bevétele 43.562.000 forint volt, ebből 37.920.000 forint volt az állami támogatás, működési bevétel 364.000 forint, a fenntartói támogatás pedig 5.278.000 forint. A konyha bevétele, amelyik idén már ugye, vagyis tavaly már az óvoda szakfeladathoz, óvoda intézményhez tartozott, 34.958.000 forint volt, és ebből az állami támogatás 16.850.000 forint, az étkezési díjak bevétele pedig 14.144.000 forint. Az önkormányzati kiadások terén, tehát látjuk, hogy 98.487.000 forint volt a személyi juttatás, 20.389.000 forint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 84.388.000 forint volt a dologi kiadás, 4.116.000 forint a szociális kiadás, 13.663.000 a beruházási kiadás, és 155.677.000 forint a felújítási kiadás.
összesen, tehát 66.217.000 forint finanszírozással állapította meg a testület. A kiadások a kötelező feladatok esetében 245.079.000 forintot tettek ki, az önként vállalt feladatok kiadásai pedig 197.858.000 forintot. Nehéz ugyan a számokat megjegyezni, de azért látszik, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok megosztásánál a kiadásaink kevesebbek voltak, tehát az önként vállalt feladatok kiadásai kevesebbek voltak, mint a kötelező feladatoké, viszont a bevételei azok nagyobbak voltak az önként vállalt feladatoknak, mint a kötelező feladat ellátásoknak. Az óvoda esetében, ugye, mint önálló intézménynél 32.271.000 volt a személyi kiadás, 6,6 millió forint a járulék, 3,5 millió forint a dologi kiadás, és 1 millió 10.000 forint felhalmozása volt az óvodának. A konyha 34,9 milliós kiadásából a személyi kiadás 11 millió 613.000 forint, a dologi kiadás pedig 20 millió 733 ezer forint volt. 2018-ban az évi létszámkeret a közfoglalkoztatottak nélkül 30 fő volt, a közfoglalkoztatottak száma 2018-ban 7 fő volt. A számok helyett pedig megpróbálom most felsorolni a teljeségigényekről azokat a feladatokat, amelyeknek a végrehajtását terveztük, illetve elvégeztük 2018-ban. Tehát az év elején rögtön lehetőségünk nyílt a Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve a Kopernicki Ház tetőterének egy részében fejlesztést végezni. Ennek az eredményeként született meg 3 helyiséggel, konyhával és vízesblokkal felszerelt közösségi tér és szálláshely. Itt kapott helyet fél év környékén az önkormányzat új szervezeti egysége, a szervezési csoport, ahol 3 főt alkalmazunk. A testület hozzájárulását adta a Páduai Szent Antal kápolna kialakításához, annak helyett biztosítva a Rétesház melletti zöld területen. Sajnos a kivitelezésre eddig még nem került sor. 30 millió 49 ezer forint támogatási összeggel nyertük el Viszmajor pályázatot a Malomvölgyi Patak meder, illetve az Orgona utca vízelvezetésére. A Malomvölgyi Patakmeder ez esetben a Rétesház és a Malomhíd közötti területet jelenti, ez 24 827 770 forintos támogatási összeg volt, az Orgona utca esetében pedig 1 462 483 forint. Folytattuk a hézből adódó feladatainkat évközben, belterületbe vonásra kapott lehetőséget az Almáskert egészen a János forrásig terjedő területre, valamint a Malom utca és a Koskár utca között levő ingatlanok. Volt egy benyújtott sportpályázatunk, amit, ahogy azt már az előző gyűléseken is említettem, sajnos fel kellett függeszteni, mert hogy megszűnt közben az a szervezet, akivel szerződnünk kellett a sportpark beruházás, illetve fejlesztésnek a kivitelezésére. Viszont eredményesen pályázottunk és nyertünk a felszíni vízelvezetés projektre. 118 464 669 forint támogatási összeggel a projekt teljes költsége 119 millió 181 ezer volt, ebből az építési beruházás 107 millió, az általános költség 11 millió. A pályázathoz bruttó 5,9 millió forint önrészt kellett biztosítanunk a költségvetésből. Csak úgy, mint minden évben újra pályáztuk a belterületek felújítását. Erre ugye évente 2 millió forintot tudott elkülöníteni a képviselőtestület, ami leginkább csak a kátyúk pótlására elegendő, illetve a legégetőbb helyeken a szórásra. Sajnos az előző 40 milliós, tehát előzőben 17-ben a 40 milliós pályázatunk sem nyert. Ebben az tavalyi évben, tehát 18-ban 148 millió forint összegben nyújtottuk be az igényünket. Szinte valamennyi belterületi út besorolásra került, de a pályázatunkat elutasították. Az szélsőséges időjárás miatt, illetve amiatt, hogy évtizedek óta nem került sor a rehabilitációra, az Ebegény-Szőnyi út egy szám alatti ingatlan mögötti kálvária
hegy oldalában sziklaomlás következett be. Ennek a helyreállítására pályáztunk Viszmajor keretben. 48.361.600 forint összegben nyújtottuk be a pályázati igényünket 2018-ban. A Kubinyi program keretében pedig a múzeumra tudtunk pályázni. Most már múzeumként 22.500.000 forintra nyújtottuk be a pályázatot, ebből 8 millió forintot sikerült elnyerni. Ez így önmagában nem tűnik nagy eredménynek, de hogyha azt vesszük, hogy 12 millió forint a múzeumnak az egész évi állami támogatása, akkor az a 8 millió forint az egy igenis szép összeg. Az elnyert járdapályázat keretében a Kossuth utca és az Árpád utca felújítását ütemeztük, ez bruttó 17.957.000 forint volt. Júniusban döntés született a Hunyadi ház területének az eladásáról. Egyetlen pályázónk volt, 17.559.000 forintot ton kelt el a terület. Az óvoda törvényes működése érdekében 2018. szeptemberétől egy fő csecsemőgondozó státuszát megszüntette, illetőleg egyidejűleg egy fő pedagógiai asszisztens alkalmazásáról döntött a fenntartó képviselő testület. Ugyanakkor a múzeumnál 2018. júniusától két fő tárlatvezető teremőr 6 órás alkalmazását 8 órára módosítottuk. Elsődlegesen azért, mert az új múzeumvezetésnek rengeteg programja van, családi programok és múzeumpedagógiai programok, és a bevételeiknél azért látszik is, hogy most már elérték a 3 milliós bevételt a saját bevételek közül, tehát nagyon hatékonyan dolgoznak a hölgyek a múzeumban. Az utolsó Viszmajor igényünk 2018-ban, nem bocsánat, ez utolsó előtt, ez a Viszmajor a Malomvölgyi patakpartfal helyreállítására. Ez a templomhíd mellett a hogy hívják őket? Nem jut eszembe most itt, nem bocsánat, a név. Véberék alatti fal, illetve a hídnak a másik oldalán a park melletti területnek a felújítása, ez 21.932.000 forinttal került támogatásra. És az utolsó Viszmajor igényünk volt a csapadékvíz okozta károk helyreállítására, a Márion Osztrai út helyreállítására. Ezt 28.858.633 támogatás igényel és 4.809.000 forint önrészsel nyújtottuk be ezt a Viszmajor igényünket. Ez a Viszmajor igény még nem került elbírálásra, egyelőre elbírálás alatt van. A gyakorlat azt mutatja, hogy ameddig az előző Viszmajor igényünk nem zárul le, illetve az előző Viszmajor pályázatunk, addig az újabb igényünk az függőben van. Tehát most a következő feladat az a sziklafalomlásnak a helyreállítása, és valószínűleg utána fog születni döntés a Márion Osztrai útra vonatkozóan. Döntött a testület a Dunapart környezetalakítási koncepció tervezéséről, illetve 2018-ban 1,5 millió forinttal támogattuk a Tök Fesztiválnak a megrendezését. Értékesítésre kerültek ezen kívül még kisebb ingatlanok a Napraforgó utcában, két terület 1,6 és 550.000 forint értékben, 1,6 millió, illetve 550.000 forint értékben, ezek csatorna megjelölésű ingatlanok voltak, összesen 416 négyzetméter. Egyik ingatlan értéke sem érte el azt a határt, amikor versenyeztetni kellett volna a helyi rendeletünk alapján, úgyhogy így pályázati kiírás nem született ezekben. Az Almáskertben szemben volt egy erdősült terület, ez egy mezőgazdasági terület, tehát itt a jogszabálynak megfelelő hirdetés mellett került eladásra. A szerződéskötés 1,... illetve a kifizetés az 2019-re húzódott. És volt egy 6/1-es helyrezi számú kivett parti sáv művelésű 77 négyzetméter területű eladása az önkormányzatnak, ez 1,6 millió forintért cserélt gazdát. A képviselőtestület támogatta a helyi szociális rendelet módosítását.
ez szerint annyiban egészült ki a szociális rendeletünk, hogy a zebegényi állandó lakóhelyen rendelkező általános és középiskolás gyermekek alanyi jogon történő beiskolázását támogatta az önkormányzat, így az általános iskolások szeptemberben 10.000 forint per fő, a középiskolások pedig 15.000 forint per fő iskoláztatási támogatásban részesülnek alanyi jogon, ami azt jelenti, hogy nem kell kérelmezniük, csupán az iskolától megkapott lista alapján reális listára van szükségünk, illetve nem vizsgálva a jövedelmi viszonyokat, a középfokú oktatásban résztvevők pedig az iskolátogatási igazolással tudják ezt az összeget megkapni. Benyújtottuk újra a bölcsődefejlesztésre a pályázatunkat. Támogatási igényünk eszközfejlesztésre 2,5 millió forint, felújításra 44 millió forint, összesen a egyéb költségekkel 48 millió 850 ezer forint lenne ez a pályázat, ennek az önrésze 5%-os, tehát a pályázati önrész az 2 millió 442 ezer forint. A pályázat pályázat elbírálása azóta is folyamatban van az EBR rendszerben. Kitolták a bölcsőde, illetve óvodafejlesztési pályázatoknak a határidejét újra, meghosszabbításra került. Egész egyszerűen annak ellenére, hogy teljes létszámon működik az óvoda, abban az esetben, hogyha 5 család kérelmezi, akkor a képviselő, vagyis az önkormányzat köteles külön bölcsődei egységet kialakítani. Most a beiratkozások az ugye áprilisban lezajlanak, így májusra, május 31-ig kell mindig dönteni a testületnek arról, hogy módosítja-e az óvoda szervezeti egységeit, tehát hogy marad továbbra is a 3 csoportos óvodai bontás, vagy pedig a szülők kérelme alapján ki kell alakítani a bölcsődei egységet. Na, ennek a finanszírozására szólna ez a pályázat. Annyit zárójelbe azért hozzátennék, hogy megelőzően ugye vegyes csoportunk volt, illetve mini bölcsödénk, per pillanat nincs igény a bölcsődei ellátás igénybevételére, úgyhogy marad egyelőre 3 csoportos óvodaként. Település üzemeltetési feladatok körében folyamatos a vízelvezető árkok tisztítása, a zöld területek kaszálása, a lombák vágása, a hulladékgyűjtés, a parkok kezelése. Ezen kívül tavaly nagy feladatot rótt a település üzemeltetése, a Szőnyi Múzeum kertjének a gondozása, egyrészt közfoglalkoztatási programban, másrészt pedig saját munkaerő bevonásával, hát szinte teljesen lekötötte a tavaszi kapacitást. Ekkor a múzeum és a hozzátartozó táborban végeztük el a következő munkákat, tehát a tábor előző üzemeltetője által évtizedek által összegyűjtött és el nem szállított szemetet összegyűjtöttük és elszállítottuk velük egyeztetve a saját területekre, lebontottuk a deszkákból, lécekből épített bodékat, az egykori 12 éve nem használt konyha tetőszerkezetét kijavítottuk, zárokat szereltünk és raktárként tudjuk így hasznosítani. A múzeum kertjének teljes zúzott kő cseréjét elvégeztük, és a növény ritkításról is gondoskodnunk kellett. Körülbelül 2 hektáros ez a kert, ez évtizedek óta elhanyagolt volt, így vett át az önkormányzat, mint vagyonkezelő, ezért a kiszáradt és veszélyes fákat el kellett távolítani, a zajnövényzetet megtisztítani, most már kaszálás alatt áll a terület. Le kellett választanunk a közműveket, úgyhogy ez egy nagy feladatot rótt a fizikai állományra, új csatornát kellett lefektetnünk, és sajnos a villamos ellátást is teljesen ki kellett cserélni, mert életveszélyesek voltak úgy a faházak, mint a műhelyek, tehát rendbe kellett rakni a tanári szállással együtt az egészet. A színházteremben ugyanezek a feladatok vártak ránk, úgyhogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk ott fönn. Ahhoz, hogy biztonsággal tudjuk a művészeti táborokat indítani 18-ban már, illetve hogy az egyéb vendégeket fogadni tudjuk. Ennek az eredménye az, hogy idén szinte alig van ráfordításunk a táborra, viszont 4 tábora is lesz az iskolának, ahol a saját gyerekeink fognak táborozni. Idén már a Szőnyi kertben, és folyamatosak a művészeti táborok is, tehát gyakorlatilag már elkezdődött a táboroztatás, és szeptember elejéig lefoglalt az egész terület.
Igen, kialakítottunk, köszönöm szépen, egy új vizes blokkot is, és egy új szálláshelyet is létesítettünk, ezen kívül pedig a szálláshelyeken a teljes berendezésnek a cseréjét el kellett végezni, mert életveszélyesek voltak már az ágyak és az odatartozó matracok és egyebek. De hát nem csak itt dolgoztunk, a temetőzöld területnek a kezelése, a parcellák közötti utak és a növényzet takarítása az folyamatos. Fönn a Kálvárián a vízműépület bontással történt meg, illetve valamilyen szinten a tereprendezés is. A strandon áprilistól szeptemberig folyamatosan dolgoznak a dolgozóink. Ott elbontottunk egy évek óta használaton kívüli WC-t. Szükséges fertőtlenítést elvégezték, az építési törmeléket elszállították. A Szőnyi Parkban ugye elindult egy várépítés, sajnos a szakdolgozónk eltávozott a körünkből, úgyhogy a várépítésének befejezése az elég nagy bonyodalmakat okozott, de hát ezt is le tudtuk zárni végre idén. Baba Parkban tovább folytattuk a virágkapuk, illetve az ágyások készítését, a Kopernicki háznál leomlott kőfalakat javítottunk, a Tebetőből elszállítottuk a kidobott és összesörtött csirköveket, amit jelzem, hogy ez nem kevés mennyiség. Sajnos nem az önkormányzat, illetve nem az önkormányzat feladata ennek az elvégzése, hanem a sírok felújítását végző vállalkozók kötelessége helyrendelet alapján az elbontott sírköveket eltávolítani. Hát kapacitás hiányában nem mindig tudjuk ezt ellenőrizni, de igyekszünk fotókkal dokumentálni előtte és utána levő állapotot, úgyhogy valamilyen módon berászorítani a vállalkozókat arra, hogy ennek eleget tegyenek. János hegyen az útmenti mély vízmosásokat feltöltötték zuzott kővel, óvodában, konyhában, hivatalban a karbantartási munkákat, orvosi rendelőn egy csatornarendszer hibái miatti dugulásokat hárítunk el folyamatosan. Szelektív gyűjtőknél hatalmas mennyiségű szemét lerakások vannak, ezeket hetente takarítjuk el. A stáció mentén vezető utat és a Kálvária oldalt tavaly megtisztítottuk, az elszállt növényzetet elszállítottuk, illetve belefért még az év végébe a Kopernicki ház padlásának a letakarítása. Körülbelül 40 köbméternyi szemetet szállítottunk el a tetőről. Ha az intézményeket nézem, akkor 18-ban a következő volt a helyzet. A Könyvtár és Galéria 2017-es felújítás után 18-ban a könyvtárban és a galériában nem volt felújítás, 17-ben végeztük el a festéseket, a javításokat, a világítás korszerűsítést, illetve a raktár bővítését is megoldottuk. A konyhában a 14-15-ös fejlesztések miatt, nem csak a konyhában, hanem az étkezőben sem volt szükség nagyobb felújításra, hát kisebb csapcserék és lefolyó problémáink azért adódnak, úgyhogy ezeket megoldjuk a napi munka keretében. A konyhánál az a gondunk, ami jelenleg is probléma, hogy nem sikerül főállásban élelvezetésvezetőt alkalmaznunk, bár a pályáztatásunk folyamatos, de gyakorlatilag 2 éve nincs élelmezésvezetőnk. Megbízással látjuk el a feladatot, úgyhogy várjuk, hát ha lesz egy jelentkező a működtetésre. Az óvodában a tervezett fűtéskorszerűsítés az a bölcsődei pályázatnak a részeként szerepelt, amiről, ahogy előbb beszámoltam, eddig még nem kaptunk tájékoztatást, azonban a kazáncserét az idén nyáron el kell végezni, ez már 19-es feladat immár, illetve hát óvópedagógus hiánnyal küzd az intézmény, ennek az álláshelynek a pályáztatása is folyamatos, elsődlegesen nemzetiségi óvópedagógus jelentkezését várja az intézmény vezető. A múzeum karbantartási feladatairól már beszéltem, és ehhez kapcsolatban természetesen a táboroztatásokról is. Az önkormányzat esetében pedig hát ugyan stabilan működünk, de felújítások évek óta nem voltak, viszont a közmunkaprogramunk keretében annyira lecsökkent a létszám, hogy pillanatnyilag nagyon nehéz a feladatellátás teljesítés, illetve a jól minőségben történő teljesítése. Most úgy tűnik, hogy 18-ban ugyan nem, de talán 19-ben lesz lehetőség arra, hogy az önkormányzat épületével is foglalkozunk. 2018-ban 20 darab képviselőtestületi ülést tartottunk a kötelező 6-hoz képest. 11 rendeletet alkottunk, és 122 darab határozatot hozott a képviselőtestület. És hogy szokás szerint beszéljünk a negatívumokról is. Hát a kommunikáció javításán sokat dolgoztunk, de még mindig van mit javítani. Folyamatosan kapjuk a jelzéseket az utak állapotára vonatkozóan.
illetve a kritikát arra, hogy miért nem az utakat javítjuk ahelyett, hogy turizmust fejlesztenénk. Hát azért nem, mert ahogy az előbb elmondtam, tehát ilyen több tízmilliós költség lenne az utaknak a javítása. Amennyit lehet, nyilvánvalóan ráfordítunk, akkor fogunk tudni jó eredményt elérni, hogyha ezekre pályázatot tudunk nyerni. Tehát ott tudunk fejleszteni, ahova pályázatot tudunk benyújtani, és ahol eredményes a pályázatunk. Mi is látjuk a kátyukat, nekünk is gond ugyanúgy a közlekedés, de hát remélem, hogy azért lesz lehetőség, ha nem is ezekben a projektekben, amikben terveztük, de mivel ezek a projektek most már futó projektek, talán a következőkben lesz lehetőség arra, hogy az utakat felújítsuk, vagy hogyha kellő türelemmel bírunk, és lesz annyi anyagi lehetőségünk az önrészeken és a megelőzéseken kívül, akkor egy-egy útnak a rendbetételét a testület döntés alapján évente fel lehet vállalni. Közterületeken való parkolási gondok megoldásra várnak. Ezen dolgozik a testület, illetve a testület bizottságai, hogy mi az a mód, vagy lehetőség, amivel anélkül, hogy a helyi lakosok érdekei sérülnének, az ide látogatókat valamilyen kordába tudjuk tartani parkolás tekintetében. Ez ügyben volt nemrégiben két ülésünk is, úgyhogy dolgozunk rajta. Nem sikerült a turisztikai tájékoztatókhoz képest nem sikerült a turizmusfejlesztés keretében bevonni a forha rehabilitációját megoldani. Nem sikerült hatásos eredményre jutnunk a vadak okozta károk ügyében, bár folyamatos a kapcsolat a vadásztársasággal, szinte folyamatosan jönnek a jelzések, és igen, tudjuk, hogy fel kellene szólítanunk a kertgondozásra azokat az elhanyagolt ingatlan tulajdonosokat, akik így hagyják a területet, de sajnos erre nincs kapacitás pillanatnyilag, hogy olyan jellegű testületi döntés fog születni a közeljövőben, akkor egy újabb feladat felvállalásával lehet, hogy ebben tudunk elérni eredményeket. Nem tudjuk megoldani a folyamatos kertgondozást, ebben az önkéntesek munkáját igényeljük, illetve köszönjük meg. És még mindig vannak visszajelzések, hogy néhány lakos nem kap választ a levelére. Igyekszünk, de ebben is vannak még elmaradásaink. Nem kerültek ki az újabb hirdetőtáblák, és nem jutottunk el a fejlesztésekkel az új völgy területére sem, mint belterületre, most erről beszélek. Nem tudtuk támogatni az előző évek szerint a település civil szervezeteit sem. A helyi rendelet törvényi megfeleltetésével azon civil szervezetek be sem nyújthatják pályázataikat, ahol a civil szervezet vezetésében vagy tagjaik között a testület, illetve a bizottságai döntéshozásában vagy előkészítésében, véleményezésében résztvevő személy vagy annak hozzátartozója dolgozik vagy van. A törvényességi felügyelettől a héten megérkezett a válasz, miszerint az önkormányzat eljárása, a jegyző álláspontja törvényszerű volt, tehát nincs mód a civil szervezetek támogatására, és nem csak az ilyen jellegű támogatásra nincs mód a válasz szerint, hanem még arra sem, ami idáig működött, hogy a képviselőknek képviselői keretet állapítunk meg évente, és azt a keretet szabad akaratuknak megfelelően bármelyik intézmény vagy civil szervezet működésének támogatására ajánlja fel. Tehát ezekre sincsen mód a továbbiakban, az ilyen jellegű adományozásokra sem. Hát 18-ról, ahogy mondtam, a teljesség igénye nélkül ennyit sikerült összegyűjtenem, és rátérnek a 19-es tervekre is. Hát ugye most május közepén járunk, idáig 4 rendeletet hoztunk, és 4 darab testületi ülésünk volt. Rendes testületi ülés és rendkívüli testületi ülés. A költségvetés, a 2019-es költségvetés kiadási és bevételi főösszege pedig 447.954.000 forint, tehát durván 448 millió forint ebben az évben. Hát elég érdekes a 19-es tervekről beszélni így május közepén úgy, hogy az önkormányzati választásokig hátra van még egy bő negyed év, tehát durván 4 hónap.
Mégis azért erre az évre ütemeztünk bőséggel feladatot. Újabb pályázatot nyújtunk be az utak felújítására, a sziklafal Viszmajor kivitelezése, a kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzés előtt áll, ez a jövő héten elindul remélhetőleg, és ha a közbeszerzés jelzés, hogy ez egy jó hónap, akkor várhatóan július környékén elkezdődik a falu közepén a munka, mert hogy ez a terület egyébként életveszélyes, teszem hozzá, tehát muszáj a szezontól függetlenül neki kezdeni ennek a feladatnak, hozzátéve azt is, hogy ahogy mondtam, a Viszmajor összegeket, azokat az önkormányzatnak meg kell előlegezni. Tehát az adott esetben egy 30 millió forintos beruházást, ahogy érkeznek be a számlák, az önkormányzat fizeti és nyújtja be az államkincstárnak, és amennyiben mindent rendbe talál az államkincstár az ellenőrzés során, akkor fizeti ki. Tehát ez egy folyamatos utófinanszírozást jelent, bár a megítélés az elsődleges, de utólag jutunk hozzá ez a pénzhez, tehát nagyon-nagyon figyelni kell a likviditásra ebben a körben, hogy mindig legyen annyi tartalékunk, hogy azért a napi működés emellett működjön, mert azért mi nem vagyunk olyan nagy önkormányzat, akik olyan könnyedén tudnának ennyi összegeket megelőlegezni. Reméljük, hogy sorra kerül ennek ellenére a Márion Osztrai út Viszmajor keretben történő helyrehozatala is. Ütemeztük a mélyút melletti mindkét járda felületnek a javítását. A 13-ban elkészült Malomhídnak a felújítása szükségessé vált, a létszezéseknek a hát vagy festése, vagy cseréje, illetve a leszakított részeknek a pótlása. A Jókai út felújítását beemelte most a karbantartási tervébe a képviselőtestület. A Kacsó-Pongrác utcai lépcsők javítását már ígérjük évek óta. Remélhetőleg ezt is be tudjuk ütemezni ebbe az időszakba. Az útfelújítások és kátyúzások szintén a jó időbe következtével sorra kerülnek. Szeretnénk pályázat keretében saját erőből megvenni egy területet még a temető bővítéséhez, és hogyha ez a folyamat végre lezárul, akkor pályázni a Modern Falvak programban a temető teljes bekerítésére. Ugyan a Kálvária felé a lekerítés megtörtént, de a szomszédos ingatlanokról még mindig nagyon sok a vadkárunk, hogyha ezt a bekerítést meg tudjuk pályázni, akkor idén végre már ősz környékén feltehetően megszűnik ez a probléma. Megkezdődik a főtér, illetve úgy mondom, hogy a település központ felújítás tervezési szakasza. Ebben a látogatóközpont, a fűtér, burkolat és növényzetcsere, a vízelvezetés, a turista pihenők, a sétány kialakításának a tervezése kerül sorra 2019 évben. Most az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt, tehát határidőbe beadtuk, a hiánypótlásoknak határidőbe eleget tettünk, úgyhogy most várjuk a turisztika ügynökség visszajelzését, és amennyiben a második támogatói okiratot megkapjuk, akkor elkezdődik ezeknek a közlekedés tervezése, a tájépítés tervezése, magasépítés, mélyépítés, minden, ami ehhez szükséges. Várhatóan maga a település központ fejlesztés fizikailag, tehát a munkák azok várhatóan majd 2020 tavaszán tudnak elkezdülni. Viszont jövő héten lezárul a strand közbeszerzése. És ezzel a közbeszerzés lezárultával, a kivitelező kiválasztásával, szerződéskötést követően, amennyiben az időjárás is úgy engedi, akkor jövő héten elkezdődnek a munkálatok a strand területén. Hát körülbelül az a körrel beszélgetek, akivel az előző turisztikai fejlesztésről szóló tájékoztatón is találkoztam. Akkor elmondtam, hogy a öltöző vizes blokk játszókert kialakítása az kizárólag a Rézsűben tud helyet kapni Zebegény esetében, úgyhogy a Rézsű megnyitása megkezdődik, ehhez még előzetesen mintavételezést fogunk csinálni több helyen, bár geotechnikai felmérés megtörtént, de azért látnunk kell. Elkészültek a látványtervek és a műszaki anyagok, úgyhogy a vételező kiválasztását követően elindul a munka. Nagyon szeretnénk június 30-ig befejezni,
de mivel megbontjuk az oldalt, így nem tudjuk, hogy milyen akadályok fognak felmerülni, illetve hát lehet hátráltató viszmajorként a Duna vízállása is. Úgyhogy ha nem lesz árvíz, vagy nem lesz olyan vízállás, mint pillanatnyilag, akkor ugye két területen egyszerre tudunk dolgozni, és remélhetőleg a nyár derekára azért végzünk a strandfejlesztéssel. A főtér kiterjesztés projektbe bekerült az emlékmű felújítás, a Kálvária utca felújítás, a Deák Ferenc utca felújítás, a hivatali park irányába a főtér kiterjesztés, a Kopernicki ház homlokzati felújítása, a Millennium Park frissítése. Ez a projekt adatlap szinten már szintén befogadásra került. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése után, ugyanúgy, mint az előzőekben részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása következik, és a munkálatokat, ha minden jól alakul, akkor ősszel legkésőbb jövő év elején el tudjuk kezdeni, hiszen itt nem feltétlenül szükségesek azok a nagy terv, nem minden esetben szükséges az a nagy tervezési munka, ami a település központnál. Szeretném ismételten jelezni, hogy létrehoztunk egy e-mail címet a turizmusfejlesztés@zebegény.hu, illetve a címmel, illetve a posta falánál a hirdetőtábla mellett kihelyeztünk egy ötletládát, azért, hogy a település központ fejlesztéssel, illetve a kiterjesztéssel kapcsolatban a lakossági ötleteket, véleményeket, javaslatokat begyűjtsük. Hát sajnos április 24-én nyílt meg az e-mail cím, azóta még egyetlen levél nem érkezett, úgyhogy remélem, hogy ha ez megjelenik a televízióba, akkor azért honlapon, Facebookon olvasható, csak lesz az olyan, aki javaslatokkal él ezzel a javaslattétel lehetőséggel. Ezeken a jelenleg folyó és elég heroikus munkát igénylő feladatokon túl idén van mód arra, hogy pályázatokat nyújtsunk be a Modern Falvak program keretében belül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy negyedévenként íródnak ki a pályázatok. Per pillanat az orvosi eszközfejlesztésre van lehetőség, illetve ezen lehet még orvosi lakásra is pályázni, illetve orvosi rendelő felújításra. A házi orvossal történt egyeztetést követően az orvosi eszközfejlesztés az, amit most be tudunk nyújtani 27-éig, de ebben a körben lehet majd pályázni a temetőkerítés felújítására, a utak felújítására, illetve lehetőség van a hivatal épületének a felújítására is. Még egy nagy kihívás van számomra abban az elkövetkezendő időszakban, ez a Forfa sorsának a rendezése. Az elmúlt években nagyon igyekeztünk azon, hogy valamilyen forrást találjunk arra, hogy a település közepén lévő tájsebet valamilyen módon rehabilitáljuk, hogy olyan funkciót találjunk, amelyik bármely pályázat be tud fogadni, legyen az kulturális vonalú, vagy turisztikai vonalú, vagy bármilyen vonal, amelyik ezt a gondot meg tudja segíteni, vagy tud nekünk segíteni ennek a gondnak a megoldásában. A turizmusfejlesztés első körébe, tehát a 18-as első anyagokhoz el is készült egy becslés, ami alapján közel 40 millió forint a Forfának a teljes elbontása. Az nem azért, mert veszélyes anyag, hanem mert csak veszélyes anyagként veszik át, mert hogy nem lehet hasznosítani ezt az anyagot, amiből a Forfa épülete felépült. Úgyhogy ha ennek a forrását sikerül megtalálnunk, akkor van elképzelés arra, hogy egy olyan funkcióval töltsük fel, ami megint a gyerekeknek, tehát a következő generációnak a nevelésénél játszhat nagy szerepet. Hát eddig nem nagyon szeretnék többet mondani róla, ameddig ez nem realizálódik, és nem találom meg azt a lehetőséget, amire gondolok, tehát ez majd talán a következő beszámolónak lesz a köre. A munkaterv szerint, ahogy mondtam, már csak két testületi ülésünk lesz ebben az évben, a leköszönő testülettel. Természetesen a rendkívüli ülések száma az változhat, hiszen a munka haladása fogja ütemezni azt, hogy milyen döntéseket és mikor kell hoznunk. Az ide, amit már most látunk, hogy még ebben a ciklusban dönteni kell az óvodavezetői pályázat elbírálásáról, illetve az óvodavezető megbízásáról a következő 4 évre,
Ahogy mondtam, nem lesz változás idén az óvoda szervezetében, marad a háromcsoportos intézmény, mert nincs igény a bölcsöde kialakítására. És mivel ez az ütemezés szerint a ciklusnak ez az utolsó tervezett közmeghallgatása, én azért szeretnék néhány dolgot felsorolni. Tehát ha áttekintjük az önkormányzat és a nevelési intézmény költségvetéseit ebben a ciklusban, akkor az úgy alakult, hogy 14-től a bevételek azok folyamatosan emelkedtek, elsődlegesen az eredményes pályázatoknak köszönhetően, ugyanakkor a pályázatok önrészei és a viszmérők esetén azok teljes összegének a megelőlegezését is biztosítani kellett a rendes működés mellett. Így az önkormányzat bevétele 2014-ben 186.044.000 forint volt, 2018-ban már 379.154.000 forint. Az óvoda bevétele 2014-ben 34.391.000, 2018-ban már ebbe benne van ugye az iskola, vagy a konyha is, 43.562.000. A kiadások persze ugyanezeket az arányokat mutatják éppen a pályázatok miatt. Hogy mit csináltunk 13-tól, elkezdtük a közösségi kertek kialakítását, az folyamatos feladat volt. Pásztor Lacival alpolgármesterként elkészült a Malomhíd felújítása, utcabútorok, illetve a patak gyaloghidaknak a felújítása és az óvoda felújítás folyamata. A virágkertek építése, a virágkapuk készítése folyamatos, a kitáblázásokat 2014-ben közmunkaprogram keretében végeztük el. 2015-ben 2 millió forint összegben elkészültek a vasútállomás esőbeállói, ezek a MÁV-val kötött megállapodás alapján és abból a finanszírozásból készültek el. 2016-ban a Healing közt újítottuk fel. 2017-ben megindult a konyhafejlesztés, 16.731.818 forint összegben. A könyvtár és galéria felújítás 2.008.000 forint volt. Az első patak Viszmajor 17-ben a 33.500.000 forint volt. A múzeum felújítása 2018-ban már 2 millió forintot költöttünk. A tábor felújítása az 9 millió forint volt, a személyi költségek 6 millió 600 ezer forintot tettek ki. Az iroda kialakítása 18-ban 2,2 millió forintot költöttünk. Szálláshely kialakítás 8 millió forinttal működött. A virágosítás minden évben 600 ezer forint volt évente. A Baba Park fejlesztés 300 ezer forint, járdafejlesztés 18-ban 17 millió 957 ezer, a felszíni vízelvezetésről 119 millióról már az előbb beszéltem, a patak Viszmajor 24 millió, a múzeum felújítás 8 millió lesz, amit 19-re tevődik, a sziklafal 36 millió, a felszíni víz, ez már nem tudom, hogy került, de a sportfal fejlesztésben az a jó hír, hogy megszületett a jogutód, úgyhogy most már a jogutóddal szerződtünk a sportpark kialakítására, és a sportpark az a Szőnyi Parknak a sarkába lesz kialakítva. Ez a sportpark, ez egy felnőtt játszótér gyakorlatilag. Úgyhogy ez a fejlesztés, ez az önkormányzat közleműködésével úgy tűnik, hogy 2019 nyarán megvalósul. Szeretném megköszönni Ricli Marikának, Himberli Ricli Marikának a munkáját, aki egész évben kemény fizikai munkával támogatja a települést. Tehát nem engem, nem a testületet, hanem a települést. Hál' Istennek vannak követői, egyre többen érzik magukénak a közterületeket, és gondozzák ezzel nagy segítséget adva a település üzemeltetésnek. Szeretném mindenképpen kiemelni a kiváló kapcsolatot az iskola vezetéssel, és a nyilvánosság előtt szeretném megköszönni ezt a kiváló kapcsolatot. Mindegyünk örömére gyerekek részt vesznek a település életében, és nem csak a gyerekek, hanem a tanári kar is, amiért szintén nagyon hálásak vagyunk, és azt hiszem, hogy ez példa lehet a többi önkormányzati egységnek is. Azt már mindenki tudja, a gyerekek madárokat helyeztek ki, gondozásba vették a pillekertet, madarak fák napján a Baba Parkot kapálták, ültették, terepet rendeztek a Malomhídnál, és cserjéket is ültettek a patakparton. Hát köszönet érte úgy a pedagógusoknak, mint a gyerekeknek.
A következő közös projektünk, az pedig a környezeti nevelésben hozhat kiugró eredményeket, és én magam részéről nagyon büszke vagyok rá, hogy ezeket a programokat az önkormányzatnak lehetőségeben áll támogatni. És miért lezárom a 2014-19-es önkormányzati ciklus utolsó beszámolóját, szeretném megköszönni mindenkinek az elmúlt 6 évi munkát. Köszönet valamennyi kollégámnak, intézményi dolgozónak és vezetőnek, óvodának, iskolának, könyvtárnak, konyhának, múzeumnak, mindenkinek. Köszönöm szépen jegyzőasszony munkáját, az alpolgármesterek Pásztor László és Krebs Gábor segítségét. Köszönöm a képviselőtestület tagjainak, bizottságainak a település érdekében kifejtett munkát, és köszönöm minden lakosnak, akik támogatták a mi működésünket. Köszönöm, hogy meghallgatták a beszámolót, és várjuk a észrevételeket. Parancsoljon, képviselő! Én szeretném pontosítani a polgármester asszonynak a beszámolóját. Ugye volt a 2018-as pénzügyi beszámoló, és én azt szeretném volna elmondani, hogy a pontosítás az abból állna, hogy itt elhangzott, hogy a képviselőtestület megszavazta ezt a költségvetést, tényleg megszavazta, de arról már soha nincs szó, hogy van-e valami ellenvetés, és van ellenvetés, akkor miért van ellenvetés, és miért nem szavazta meg. Ezért, ha megengedik, egy rövid két mondatban el szeretném mondani, hogy én miért nem szavaztam meg ezt a költségvetést, amit önök most itt hallottak. Azért nem szavaztam meg, mert ez a költségvetés nagyon-nagyon pazarló költségvetés volt, sok esetben ellenőrizhetetlen költségvetés volt, illetve vannak olyan tételek, amik nincsenek benne, vagy úgy vannak benne, hogy már túlmutat az emberi feledékenységről, és én ezért nem szavaztam meg. Köszönöm, hogy elmondhattam. Azért mondtam el, hiszen sehol nem kapott, tehát akinek más a véleménye, tehát én úgy gondoltam, hogy azért lenne szükség egy újságra, azért lenne szükség a tévéfelvételre, hogy valamilyen keresztmetszetet kapjon a lakosság arról, hogy mi folyik, tehát milyen munka folyik, és attól, hogy valakinek van ellenvéleménye, az nem feltétlen rosszból fakad, hanem azért fakad, mert lehet, hogy ő másképp látja, lehet, hogy rosszul, lehet, hogy jó. Én ezt mindenképpen szükségesnek tartottam elmondani. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen képviselő úr hozzászólását. Mádai Ferenc képviselő úr. Mádai Ferenc képviselő úr. Igen. Köszönjük szépen a hozzászólást. Igen. Van lehetőség bárkinek nemmel szavazni a testületüléseken. A törvény azt írja, hogyha rendelet esetében a minősített többség megvan, tehát a 4 igen megvan, akkor ezzel a rendelet elfogadásra került. A véleményt is el lehet mondani. Sokszor jó, néha nem, de hát azt szokták mondani, hogy ez viszi előbbre, ugye? Egyetértünk ebben. Jó, köszönjük szépen. Azt hiszem, Laci jelentkezett elő. Parancsoljon. Az első kérdésem az volna, hogy ha közmeghallgatás, akkor miért csak a 2 napi rendhez szólhatunk hozzá? Azért, mert jegyzőasszony? De közmeghallgatás. Igen. Erről a napirendről szólok. De az nem hirdette sehol. Senki, az van kiírva, csak közmeghallgatás, én beszámolom. Én nagyon szívesen meghallgatom, bármivel állsz elő. Én úgy gondolom, hogy közmeghallgatás, akkor bármivel. Jó. Elsőként a felszíni vízvezetés kapcsolattal szólnák, és első kérdésem majd volna, hogy közel 5 hónapja itt áll egy olyan nyílt, amelyiket 5 hónapja nem használnak. Miért áll itt a önkormányzatot a területen? Jó, akkor azonnal válaszolok, jó, mert erre tudok azonnal. Azért áll itt a gép, mert a sziklafal kivitelezési terveit még nem ismerjük. Amikor behoztuk a gépet, akkor óriási felháborodást váltott ki a lakosságtól, hogy ekkora gépet ide bemertünk hozni. Viszont ez a gép szükséges a munkavégzéshez. Úgyhogy a sziklafal az rövidesen 1 hónap múlva közbeszerzést követően elindul ennek a bontása. De a Dunaparton lesz egy fejlesztés, ami már jövő héten indul, amihez ugyancsak szükség van ennek a nagygépnek a munkájára, és egész egyszerűen úgy gondoltuk, hogy nem szállítjuk 3-szor ki be a faluba, hanem itt hagyjuk inkább 5 hónapot, és akkor fogjuk mozgatni, amikor szükséges, és amikor befejezte a tevékenységét a településen, akkor el fogják vinni. Tehát nem
kiállítási jelleggel hagytuk ott, hanem azért, mert szükség van rá, és nem szeretnénk újabb feszültségeket abból, hogy a lánctalpas a tréleren végig döcög a szűk utcákon, és ezzel összetörik a üveg, meg reped a ház, meg nem tudom micsoda. Sajnos ezekhez a felújítási munkálatokhoz szükségünk van erre a nagy gépre. Következő kérdésedet hallgatom. Szintén a felszíni vízelvezetésről. Tudjuk, hogy ott a Napraforgó utcán szerintem hetente legalább 1000, de lehet, hogy annál lényegesebb több kerékpáros megy el. Nyomai felszíni vízelvezetés miatt kiástak több gyümölcsfát, amit elmondtam, az ott van szárazon, ahelyett, hogy kiválnánk, és ott vannak a pataknak és az asztalnak a roncsai, amit már egy hónappal ezelőtt is jeleztem, és továbbra is ott csúfoskodik, és a környezetet gyakorlatilag rondával teszi. Uh-huh. Jó. A felszíni vízelvezetés átvétele még nem történt meg, tehát nem zárult le a projekt, nem zártuk le. A kivitelező még fog visszajönni, és be fogja fejezni ezeket a munkákat, azért nem nyúl hozzá a település üzemeltetés, mert hogy ez az ő feladata. Ugyancsak az ő feladata lesz úgy, ahogy körülbelül 2 hónappal ezelőtt elhangzott a forrás mellett fölhalmozott köveknek vagy hordalékoknak az elszállítása. Úgyhogy mire a projektzárás megtörténik, addigra ezek a helyreállítások meg fognak történni. De köszönjük szépen, fölírtam úgy is, mint most. Hát, hogyha a település üzemeltetés nem veszi kézbe, amint vissza tud jönni, nyilvánvalóan meg fogja csinálni. Igen, további kérdésed? Szintén a felszíni vízelvezetésnél, ugye a rétesháznál a sövények úgy kerültek meg a ruhálásra, hogy gyakorlatilag épp, ahogy mozgott, kénytelen voltak kiásni. Most ugyanakkor vissza is kerültek, de már ki voltak száradva. Most tavasszal visszavültettük megint egy teljes részét, de annak 80%-a ki van száradva, ami azt jelenti, hogy már szárazon ültettük vissza, hogy ezt a fölösleges munkákat miért nem tudjuk, miért kell elvégezni. Hát én nem tartom fölösleges munkának, már csak azért sem, mert ugye ezen a területen 2 fejlesztés is volt. Egyrészt ugye a patakmedernek a Viszmajor munkálata, amikor kiszedték, beültették a rézsübe. Volt olyan, amelyik nem élte túl, volt amelyik túlélte. Visszaültetés is megtörtént, nem túl szerencsés időszakban. Aztán, amikor a járdafelújítás elkezdődött, szintén nem túl szerencsés időszakban, október környékén, akkor újra igénybe vették ezeket a növényeket. Azon, hogy miért ültettük vissza, azért ültettük vissza, mert volt arra már több testületi döntés is, vagy többször szóba került a testület előtt, hogy a rétesház parkolását, vagy a rétesház parkolási gondjét úgy tudjuk enyhíteni, hogy azt a sövényt, amelyik ott egész szépen növögetett, azt beljebb helyezzük, és akkor így a útszélen le tudnak állni az autók. Úgyhogy a visszaültetés az már nem az eredeti helyre történt, hanem közvetlen a járda mellé. Hát most már szerintem csak olyan 30%-ban szárazak a növények, mert nagyon sok megindult, hál' Istennek, az esőre, de a jó hír az, hogy van még tartalékunk, és zöldelnek is, hogy ezek a pótlása meg fog történni. Ez most már a település üzemeltetés keretében. És hogyha ilyen lelkesek lesznek a gyerekek, és ennyit segítenek nekünk, akkor egész biztos nagyon szép lesz az a zöld terület ott. Van olyan vélemény, hogy teljesen fölösleges visszaültetni a sövényt, mert hogy semmi funkciója nincs. Van olyan vélemény, hogy vissza kell ültetni, hogy védje a gyalogosokat az út ellen. Van olyan vélemény, hogy nem szabad, vagy fölösleges a rézső mellé növényeket ültetni. Van olyan vélemény, hogy be kell ültetni a rézső szegélyét, mert veszélyes a kisgyerekes családok számára. Úgyhogy hát mindenkinek megfelelni nem tudunk, igyekszünk azért a legjobb megoldást választani, úgyhogy most ez lesz a legjobb megoldás, hogy folytatjuk ennek a sövénynek a visszaültetését. Reméljük, hogy megered, és ugyanaz szép lesz egy pár év múlva, mint az előző volt. A járdával kapcsolatban. Járda. A Zöldfa iskolánál járdát, ugye 2013-ban készítettük el, és véleményem szerint egy nagyon jó állapotú járda volt. Mondható, hogy semmivel nem jobb, amit most csináltak, hogy miért kellett felbontásra, és miért kellett azt ezzel a vihaporral kirakni, és miért nem fejeztük akkor már a teljes egészében. Úgy állnak ott a lapok, hogy rajta életveszélyes menni egyik részén.
Igen, már kaptam tőled jelzést többször is járdaügyben, ferdességre, mélyedésre, meg egyebekre vonatkozóan, jogosan. Egy dolgot elhibáztunk a járdaépítésnél, illetve nem is egyet, többet, de tanulságnak nagyon, nagyon jó volt. Tehát, és most általában a járdáról beszélek, a Kossuth utcai, meg a Deák, vagy a Árpád utcai járdákról, hogy az egy nagy hiba volt, hogy nem fotóztuk le a járdákat, mielőtt elkezdtük a munkát. Mert ha lefotóztuk volna, akkor azért lehetne látni, hogy a kicserélt járdafelületeknek a 70%-a már maga életveszélyes volt. Ezzel egyetértek. Örülök. De én most nem arról beszélek. Szeretném befejezni, mert ez jó, többször felvetődő jó téma volt, és nem szeretném, hogyha úgy távoznánk, hogy nem tisztáztunk mindent. A járdaépítés az ugye decemberben fejeződött be az első szakaszban, amikor úgy hagyták ott a kivitelezők, ahogy ott hagyták. Van egy szabály, ami szerint közbeszereztetni kell a beruházásokat. Ez nem minden esetben hozza azt, hogy az összességében legjobb ajánlatot tevő kivitelező, az nem biztos, hogy az a kivitelező, aki a legjobban elvégezné a feladatot. Tehát megtörtént a kivitelező kiválasztása a képviselőtestület által, megkapta a megbízást, elkezdte a feladatokat, elkezdtük az ellenőrzését, sajnos a fotózás elmaradt. Felmértük a hibákat, elkészült róla a jegyzőkönyv, úgyhogy vissza is jöttek, elkezdték helyrehozni. Megint csak 4 napot jöttek ide, de folytatják, és igen, úgy hagyták ott, hogy helyenként a kupacot hagyták, helyenként a vízelvezetőbe szórták a szemetet, legalább annyira bosszant engem, mint téged szerintem, meg ugyanúgy a műszakost, meg a alpolgármester urat, de garanciában el kell végezniük a helyreállítást. Most a folyókákat is a Kossuth utcában megpróbálták helyrehozni. A kifogásra azt mondták, hogy nem lehet mélyebb, mert életveszélyes, de ugyanakkor betonfolyókákat viszont már a másik oldalon már kihelyeztek, úgyhogy ezek a cserei is még fog történni, még a 3-szor kell fölbontani. Tehát addig fogjuk a kivitelezőtől követelni a javításokat, amíg tökéletes nem lesz mind a két utca. A testületnek volt egy olyan döntése, hogy a Kossuth utcának a másik oldalát, illetve a Malomhídnak a másik felét egészen az első villanyoszlopig, tehát a nagykanyar elejéig is lekövezzük. Ezért került felbontásra az a járda, és nagyon örültünk neki, hogy ezt a járda mennyiséget onnan kiszedik, mert hogy azt másik területen, ahol pont a járdalapokra van szükségünk, föl tudjuk használni. És azért van még ott mindig fölbontva, mert a természetvédőknek a kérése volt az, hogy kerüljük meg annak a nagy fának a gyökérzetét, hogy ne bántsuk annak a nagy fának a gyökérzetét, és jöjjön ki ez a járdaszakasz egészen az út szélére. Na, pekünkre kevés lett a kő. Úgyhogy a kő rendelés megtörtént azonnal, ahogy látták, hogy kevés. Jövő héten talán, vagy 2 hét múlva megérkezik ez a mennyiség, és akkor befejezik a munkát, de az általad készített szép burkolat helyett most ez a burkolat lesz, és ez egy másik területen lesz felhasználva. Testületi döntést képezett. Folytasd! A vasúti rézsője és a 12-es út mellett van egy önkormányzati terület. Nem tudom, melyik részére gondolsz. A közvetlen a út melletti rész. Hát ez meg kéne néznem a térképet, ezt én most ezt fejből azért nem tudom. Kérdezem, hogy például a napokban ott dolgoztak a közmunkások, igen, ami véleményem szerint a útven tartó feladata lenne. Jó, ha megcsináljuk, akkor, ha nincsen más munkalehetőségünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok munka volna még, amit el kéne végezni, és ne a közmunkának a nem a útfenntartónak a munkájával foglalkozik. Jó, köszönöm szépen. Mielőtt válaszolsz, akkor csak annyit, hogy azért 2013-ban is jól kialakult gyakorlat volt az, még a te vezetéseddel, hogy aki zebeg, igaz, hogy akkor 30 közmunkás volt, most meg 7 darabban, tehát hogy aki bejön a faluba, az ugye hol találja magát, mivel találja magát szembe? Az állomással. Igen. Na most gyönyörűen lekaszálják a pillekert, vagy a babaparkot, kipucolják a vízelvezetőárkot, és hát levágták a rézsüt.
Azt én megértem, de a vízelvezető áraknak a tisztítása is nagyon fontos, viszont azt gondolom, hogy ezt meg nem is nekem kell megválaszolni, hanem alpolgármesternek parancsolja. A kaszálás nem végeztük el, hanem közünk. Nem a kaszálás. A vízelvezető árakot takarítottuk ki a vasútállomástól a hétvégéig. Azt azért takarítottuk ki, mert nem tudtam nézni, hogy tele van a szeméttel, zsuvájával, és úgy gondoltam, hogy ezt meg kell csinálnunk. Ez az én döntésem, vagy tetszik, vagy nem tetszik, én nem tudtam tovább nézni. Hát, akkor erre csak válaszolom, nekem nem tetszik, ugyanis mondok olyan feladatokat, amit sokkal előbb is le lehetne venni. Ezer ember jön be a hídnál, igaz, hogy én már megcsináltam, a hídnak két oldalára összeszedtem a szemetet, mivel már 30 centis fű volt kinőve a homokból. A hídnak, ahogy én tőlem kifelé megyünk, emelkedőnek a tetején, akkor kivágtak ágakat, amikor a felszíni vízelvezetést csinálták, egy éve van ott, lerakva, meg lehet nézni a kereszttel szembe. A főtérre valaki kimegy, a főtérre, ott van nekedek a betonfáskáskon, 10 centis fő van körülötte mindenhol. Én úgy gondolom, ha ezeket nem csináljuk meg, sokkal fontosabb van, akkor ne a közúsz fenntartónak a dolgait csináljuk. Én szerintem a bicikliútnál sokkal több koszt van. A alpolgármesternek jeleztem, hogy a Szabó gyerek kirakott oda 10-valahány zsákot, és ott csúfoskodik, most már ha 2-3 hónapja, és ha ezt szintégeti a nap, akkor az egész részt be fogja borítani a szemét. Én úgy gondolom, hogy ezeket a munkálatokat inkább el kéne végezni. Aztán vannak olyanok, hogy lenyírjuk a füvet, hetekig ott van összerakva, az alpolgármester úr pedig egy fél autóval hordja a szemetet. Akkor mondanák még egy nagyon szép dolgot, ami nem hiszem, hogy a polgármester asszony tud róla, hogy hova hordjuk a szemetet, ugye a polgármester asszony. Nem, hova hordjuk? Akkor elmondom önnek, hogy a Ferde híthoz, a Dunaparkra. Tegeződtünk, de miután a televízió nézi, én úgy gondolom, hogy ön megérdemli azt a tiszteletet. Nagyon kedves, köszönöm. Polgárasszonynak szólítom. Hogy mi jogon öntögethetjük be a Dunapartra azt a szemetet, amit máshonnan ágat, levelet, meg egyéb dolgokat összeszedünk. Jó, azt hiszem, hogy ezekre a problémást tudjuk. Bár szóval itt van, leírtam mindenki. Nem szövetet hordunk oda, hanem az öltulladékot. De mi hogy hordhatjuk oda? Mindjárt mondom. Szubi területről van szó, a Szubi polgármester asszonya, én beszéltem ez ügyben, a Szubi önkormányzat bérbe adta egy zebegényi vállalkozónak a területet, akinek ott különböző tervei vannak, de ez minket nem érint, és ez a vállalkozó, aki birtokba vette már a területet, megengedte addig, ameddig ő nem kezdi ott a munkálatokat, hogy az ölt hulladékot ott lerakjuk. Hát ez nagyon érdekes, mert gyakorlatilag nem tudom, hogy a Dunapart hogy lehet, ráadásul ugye ez egy nemzeti, vagyis egy védett terület, hogy kiengedheti meg azt. Amikor engem pár évvel ezelőtt megbüntettek azért, hogy a kidőlt fákat összevágtam. Mi jogon tehetünk ilyet? Mi jogon engedhet meg egy Szobi polgármester, de véleményem szerint az még nem Szobi terület, de véleményem az. Szerint, mert arról mit akarítottuk le pár évvel a területet? Hát, igen, ez... más munkát végeztek, amikor volt fontosabb. Miért a Szobi területeket takarította az ebegényi önkormányzat? Nem, mert oda hordták annak idején a rengeteg hulladékot. Jó. De most már nagyon szépen el lett takarítva, és most pedig beöntögetjük szószoros értelemben a Dunapartra ezt a szemetet. Nem a Dunapartra öntögetjük be, hanem a biciklis út rézsőjébe. Mert a közvetlen Dunapart az a vízügynek a területe, ott abban a pillanatban... Jó, én szerintem ezzel nem vitatkozom, mert ha ez bekerül a Ipoly Duna valahova, ez biztos, hogy ez nagyon
hátrányos érzebegénynek véleménye szerint. Mert ez ugye, azt mondjuk, hogy a Duna most ott van, de gyakorlatilag akkor mégiscsak a Árpa területére öntögetjük. Jó. Szerintem is zárjuk ezt, további kérdés. Pillanat még tart. Ja, még egy kérdésem volna, ez az utolsó, hogy mi lehet, hogy polgármester asszony esetleg gondolkodott-e róla, hogy mi lehet az oka, hogy mindig ilyen kevesebb vagyunk. Régebben lényegesen többen ültünk itt, de mostanában igen kevesen veszünk részt ezeken a beszámolókkal. Megmondom őszintén, hogy nem volt rá időm, hogy ezen gondolkodjak, hogy miért vagyunk ilyen kevesen ezeken a beszámolókon. Szomorúan veszem tudomásul. Egyébként meghirdetésre került. Hát én úgy gondolom, hogy akit érdekel, azért itt van, a lehetőség megvan, ugyanúgy a nyílt ülésekre is el lehet jönni, tehát ott is meg lehet nézni az önkormányzati munkát. Remélem, hogy a következő ciklusban ismét nagy lesz a lelkesedés, és megint el lesz majd a terem egy darabig. Mert most már a végén vagyunk. Valószínűleg azért nem. Köszönöm szépen. Parancsolj. Egyébként a sok számot biztos nem tudta senki megjegyezni. Hát ez nem is arról szól. Igen. Jó. És elnézést kérek, hogy... Nincs miért elnézést kérnie pásztor úrnak. Parancsolj. Először is köszönjük a beszámolót. Szerintem egy tartalmas volt. Sok mindenre kiterjedt, bár mi a hegyen nem érzékeljük, hogy mint is kaptunk ebből a lehetőségből, vagy fogunk kapni, de remélem, fogunk kapni. A Lacinak a utolsó kérdését én is szeretnék hozzáfűzni, amit azért, hogy tényleg nem sokan vagyunk, én azt hittem, hogy 4-5-en leszünk, kicsit bejöttünk, de azért csodálkozok rajta, mert melyem az interneten keresztül kereste, hogy ez ma lesz, sehol nincs. Ha egy ismerősünk nem ment volna a postára valami nap, és a táblán nem látta volna kitéve, hogy lesz, akkor ezen vitatkoztunk, és én sérülnék itt. Hát örülök, hogy az ismerőssel találkoztál, de fönn van a Facebookon, fönn van a honlapon, fönn van a hirdetőn, fönn van a intézmény, de ki van plakátul. Na, ez az egyik érzésem. A másik pedig az, hogy említett a polgármester asszonyt a járda felújításokat. Hát én azért csodálkozok rajta, voltam én is kivitelező elég hosszú időn keresztül, de azért azt el nem tudom képzelni, hogy esti kivilágítás mellett csinálják a járdát. Egyetértünk. A munkát végez az a kivitelező, aki ott egy zseblámpával csinálja a járdát, és mi hát, erre mondtam azt, hogy, igen, hogy van egy ilyen szabály. Közbeszerzés van. Közbeszerzés által kiválasztott kivitelező. Hát el lehetne zavarni, ha ez nem egy pályázat lenne. Tehát ha ez az önkormányzat saját pénze lenne, akkor el lehetne zavarni. De egy pályázatnál van határidő, van, amikor le kell zárni a projektet, van, amikor el kell számolni a projekttel, akár milyen állapotban van, megtörtént, hiszen a burkolás megtörtént, és éppen ezért, mert van egy felügyelője, most zajlanak a helyreállítások, amit ők maguk is megmondtak, hogy hát ez nagyobb munka, mintha elsőre rendbe tették volna, és kifogásoltuk is folyamatosan, ennek ellenére ez történt. Hát remélem, hogy a nagy beruházásoknál már azért ennél jó, sokkal jobb tapasztalataink lesznek. Bízunk benne. A következőt szeretném megkérdezni, arra is kitért a polgármester asszony, hogy jönnek ide ugye kirándulók egyéb, nem valami sok hely van parkolásra. Volt egy olyan elképzelés állítólag, hogy fönt a állomáson lesz egy ilyen tépűs parkoló, mert hogy most nem látok semmit már a kérdébe, pedig már azóta többször volt elő szó. Úgyhogy nagyon-nagyon kellene a parkolási lehetőség. Aztán a mi feltárnunk, szeretnék átérni. Ha egy pillanat, mert el fogom felejteni a választ, nem értem most föl. És mondhatod nyugodtan, vagy szeretnéd, hogy magázzal a... Nem. Nekem nem kell magázni. Oké, akkor, jó, akkor mondom. Igen, nagyon sok az autó, hétvégén rengeteg. Dolgozunk rajta, mondtam, hogy valamilyen módon megtaláljuk a megoldást. A Mahartnál voltam nemrégiben, és a Mahart parkolói azok szeptemberig elkészülnek, tehát ott egyszer lesz egy lehetőség.
A MÁV-val ezzel folyamatosan, 13-tól folyamatosan próbálkozunk, hogy ez a P pluszer és a B pluszer parkoló kialakításra kerüljön. Az utolsó vezető álláspontja szerint ez csak a 2019-es fejlesztési ciklusba fog megvalósulni az ebegényi rakodó, illetve ott a MÁV területen a parkoló kialakítása. Ugyan használhatjuk most engedéllyel, a MÁV engedélyével, hogyha rendezvényünk van, a nagyobbik baj az, hogy legtöbb esetben ezeket a nem önkormányzat, illetve nem a civil szervezetek, tehát nem a falu által rendezett sportversenyeket, ami rengeteg autó jön, ezeket nem jelentik be. Tehát már csak akkor szembesülünk vele, amikor találkozunk éppen a kirakott cetlével a futóversenyről, vagy éppen a terepmászásról, vagy nem tudom miről. Ha ezeket bejelentenék, akkor tudnánk őket odairányítani most is, tehát azért le tudnánk valamelyest fogni. A parkolórendelet kidolgozását elkezdte az önkormányzat. A lehetőségeink azok nagyon-nagyon szűkek, és óriási nagy ráfordítás mellett azért a maguknak, a parkolóknak a kiállítása vagy kialakítása nem hozna olyan látványos autószámcsökkenést, amennyit ebbe bele kellene fektetni, és most egy másik fajta megoldásnak a kidolgozásával vagyunk elfoglalva. A turisztikai ügynökségtől viszont kaptam ígéretet arra, hogy mivel ők sem szeretnék ezt a rengeteg autót, sőt a turisztikai látogatószám várható növekedése miatt további járműveket látni a település központban, kaptam arra ígéretet, hogy erősítenek a MÁV-nál a B+R parkolók kialakítása ügyében. Úgyhogy ez is sorra fog kerülni rövidesen. A következő kérdésem az volna, hogy hát tulajdonképpen úgy tudom, hogy a nyugdíjas klubot a önkormányzat támogatja. Miért nem lehet azt megbeszélni a nyugdíjasokkal például, hogy két ember van itt összesen állítólag, akik itt köztevékenységet végeznek, hogy beszállnának például Kapálásba, vagy Virágtüzébe, akármire, vagy Pestébe, vagy Kapálásba. Erre nagyon oda, igen, Évi néni éveken keresztül nagyon sokat dolgozott. Köszönjük szépen, így utólag is, de mondom. Hát János, én nagyon boldogan, sőt nem ért majd alpolgármester úr szó. Elnézést kérek, de például ott van a mi utcánk, ugye? Hát nekem le kell ott írni a füvet 8 méter szélesen, 40 méter. Ez így van. Tehát, hogyha minden lakos betartaná a helyi szabályokat, rendeletet, és az előtte levő közterületet, zöld területet is, illetve az előtte levő közút közepéig rendbe tartaná, akkor negyed ennyi gondunk nem lenne. De, újra mondom, pillanatnyilag még nincs meg a humán erőforrásunk, hogy úgy mondjam, tehát a kapacitásunk arra, hogy ezeket ellenőrizzük. Ugyanúgy, mint ahogy a közterületfoglalást, a behajtást, a vadakat és egyebeket nem tudjuk még ellenőrizni. Amennyiben ez az utolsó bizottság ülésen elhangzott ötletek megvalósulnak, akkor remélhetőleg ez is megoldódik. Igen? Már is csak még van valami? Igen, tegnap este a Rózsa utcában már mekkora vaddisznó. Igen. Kaptunk róla jelzést. Én megígértem, hogy az ünnepek után, tehát most ha túl leszünk ezen az időszakon, június elején, akkor a vadásztársaság elnökével fogok tartani együtt egy ilyen lakossági, hogyha lesz, aki eljön, lakossági fórumot. Május, a szem elsőjétől lehet már vadászni, nem tudom, meddig van a tilalom, május 15-ig. Disznóra. Disznó egész évben. Akkor egész évben, jó. De azt akarom mondani, hogy már a beszámolóban említettem, hogy ez nagy gond, tudunk róla, kaptunk is jelzést, a polgármester fölvette a elnök úrral a kapcsolatot mai napon. Tegnap évben én bejelent és érkezett Rózsa utca, Zekló utca, Újvölgy. Na, én mennék tovább, de még van egy kérdésem. Nem felejtem. Már nem akarok senkit föltartani. Például engem az is idegesített, nem tudom, hogy itt hátul a fülkéből ez a zene, hogy miért szól. Hát ha tudják, hogy itt egy ülés van, miért nincsenek olyan tapintatta, hogy nem bömböltetik ott azt a rádiót? Melyik tapintatta? Nem tudom, miért nem hallottál? Én nem. Na, megyek tovább. Így.
Nem, ott a zene szól. Nem tudom. Na, a lényeg az, hogy a következőt szeretném megmondani még. Az, hogy kártyuk vannak, és már kiszakad az autón kereke, az egy dolog. Tavaly ott a semmi nem változott, csak nem lettek a gyödrök. De egyszerűen megcsinálták a felfelé járóknál a két kitérőt. De arról van szó, hogy lesz egy harmadik is itt lent. Igen. És hát nem tudom, ki volt az a műszaki zseni, aki átvette a középső kitérőt, ott van egy tükör. Nem tudom, hogy az borotválkozással van a fölkéről, mert se jobbra, se balra, abban senki nem lát semmit. Pedig nem volt fordítani a tükör. Akkor, várjál csak, hogy beleszóljok. Tehát, hogy a nem tudom, hogy a mennyire alkalmas borotválkozásra a tükör, mert még nem vagyok érintett, de meg fogom nézetni a polgármester úrral, hogy vajon így van-e. A polgármester tudja, hogy hol van. Én látok minden tabba a tükör. Hát te szemben leülsz. Jó. Na, jó, oké, menjünk tovább. Életveszélyes ma már közlekedni föltene, ezt most nem viccelek. Majdnem percenként mennek autók leföl. És én már évek óta, a pásztor úr is tudja, kértem azt, vele is megnéztük személyesen, hogy le kéne a sarkot venni ott fönt a keresztnél. Nem kell ott utat csinálni, de nem látja se azt, aki fölülüljön lefele, se aki fölfelé kapaszkodik és megy, mint az őrül. Az a másik meg jön lefele, mint az őrül. Se a jelzőtáblákat nem tették ki a 30 kilométeres, amit már tavaly is kértem, és egyszerűen azt ott le kéne gyavolni, hogy lássuk, hogy ki jönne, ki megy. Életveszélyes. Igen, arról sokat beszéltünk, a Rózsa utca sarkán van. De menjünk tovább. Igaz, hogy megígértem a polgármester asszonynak, hogy nem hozom fel azt, hogy a Kacsó-Pongrác utcában nem lehet megcsinálva a lépcső, és ilyen öveg emberek már ilyen bottal szédülnek is föl, ha két pálicit is megiszik az ember, és akkor ugye az a lépcső nem készült el. Ott van az a tó, szerencsére elvitték onnan a polgármester úr elvitte tegnap az akácfát, leszakadt az akácfa, a tón keresztül ballagni a kocsiban. Szóval egyszerűen tűrhetetlen, és ezeket mind elfelejtették. A Rózsa utca végén, ott már életveszélyes a korlát, azt is jeleztük, azzal se történt semmi. Nagyon sajnálom, de valóban nincs kapacitásunk, tehát annyit találom, hogy én például egyetértek a képviselő úrral, hogy elmondta, hogy ő neki volt olyan dolog, amivel nem értett egyet. Én ezt nagyon helyesen. Ha valami olyasmi van, egy képviselő testület azért egy képviselő testület, hogy aki nem ért vele egyet, az korrigálni kell, mert meg kell oldani a dolgot. Egyetértünk. Mehet képviselő úr, vagy van még valami? Hát én ezzel Laci szeretném megnyugtatni, hogy nagyfába vágta a fejszét, és azt is mondom, miért, hogyha el akar valamit érni, hiszen én elmondom, hogy képviselőként milyen egyszerű, közérzetjavító dolgokat nem tudok véghez vinni, amihez nem kell pénz, paripa, fegyver. És akkor mondanám, Vazebegének egy csodálatos forrása. Ekkora papírra ki van írva, hogy nem ivó víz. Nem tudom, miért kell szégyen, hogyha van egy jó víz az Ebegének. Hát és én úgy voltam vele, hogy mondom, én azért csak jobban bízok az ízlelő bimbóimban, megnézem, hogy vajon milyen kölyel papír van oda kirakva. Tehát mi alapján mondják azt, hogy ez nem ivóvíz. És kérem, csodák csodájára az van kiírva a kölyel, hogy ez a víz ivóvíz. Én többször felhoztam már a testet, hogy vegyük már ezt a kiírást, hogy nem ivóvíz, mert ezt nem kell szégyelni, hogy ivóvíz. Szerintem, hogy ehhez se kellene pénz, fegyver, paripa. Mondom a következőt. Képviselőként nem tudom elérni, tehát nem egyszer hoztam szóba, és azért mondom ilyenkor, amikor lehet reagálni rá, hogy biztos füllentek, nem mondok igaz. Nem tudom elérni, hogy a települést ne lepje el a rendszám nélküli járművek. Ehhez megint nem kellene pénz, fegyver, paripa. Ezért bíztatlak, hogy, vagy illetve mondtam, hogy nagy fába vágtad a fejszéket, hogyha valamit el akarsz érni. Köszönöm. Köszönjük további. Parancsolj, Laci. Nekem csak az a kérdésem, hogy hát többen igazából leszek, hogy ugye azt említettétek, hogy a civil szervezetek pályázata az... Picikin. Igen, nem hallom, mert... A civil szervezetek támogatása az a jelenlegi formájában ugye nem tud működni, és hogy
arra van-e lehetőség, hogy van-e, mert mondom, hogy eddig azért volt támogatásra, a szándék is volt a civil szervezetek támogatására, hogy van-e valamilyen mód arra, hogy az önkormányzat mégis támogassa a helyi egyesületeket, szervezeteket. Szándék az most is van. Tévedés ne essék, nem azért nincsenek a civil szervezetek támogatva, mert a polgármester asszony most megharagudott valakire, és nem akarja támogatni a civil szervezeteket. Ez leginkább mély szuka levét ennek a történetnek. Úgy szól a jogszabály, és a helyi rendeletünket ehhez a törvényi szabályozáshoz kellett igazítani, hogy ahol a döntéshozásban résztvevő személy, vagy annak hozzátartozója, civil szervezet tagja, vagy vezetőségi tagja, vagy bármilyen, az a civil szervezet nem is adhatja be a pályázatát. Tehát nem arról szól, hogy a Gipszjakab, aki rokon a Gipszjakabnének, az föláll és kimegy és nem szavaz, vagy azt mondja, hogy elfogult vagyok és nem szavazok, hanem egész egyszerűen a civil szervezet be se adhatja a pályázatot. A 13 civil szervezetből a tavalyi évben 3 darab volt olyan, akinek nincs kapcsolata sem a testülettel, sem a polgármesterrel, sem a bizottsággal, sem a bizottság külső tagjaival, mert hogy ezek mind ebbe a körbe tartoznak. Azokat a szervezeteket tudtuk támogatni. Azért mondtam az előbb, hogy sajnos már az a forma sem működik itt az állásfoglalás alapján, hogy a képviselő maga dönt arról, hogy ezt a bizonyos képviselői keretet mire fordítja, ilyenek a mostani szabályok. Ha ki fogunk tudni találni mást, vagy van ötleted másfajta támogatási lehetőségre, akkor azt megköszönjük, de nem csak a pénzbeli támogatásról beszélek, hanem a természetbeni juttatást is, tehát a természetbeni támogatást is tűnik. Nekem is az a kérdésem, ugye jogász nem vagyok, hogy az nem lehetséges, hogy az önkormányzat jelölés ügyet megírja a bizottságot a pályázatának eltérálásához, mert hogy a mert egy ilyen kis településnek teljesen nyilvánvalóan kialakul az a szituáció, hogy valaki képítettek, tehát hogy... Egyetértek teljesen a félhangosan elmondott mondatával pásztor úrnak, valóban, de ez nem rajtunk múlik. Tehát ezt azért szeretném leszögezni, hogy ez nem rajtunk múlik, tehát ez a törvényi szabályozás. Az önkormányzatnak a költségvetésről, illetve annak a felhasználásáról a testület dönt. A helyi rendeletnek a felhatalmazottja az a képviselőtestület, tehát hiába hoznánk egy bíráló bizottságot, a testületnél van a döntés, illetve a bizottságoknál az előkészítés. Tehát sajnos ez a fajta megoldás nem működik, de szerintem nyugodtan gondolkodjatok tovább, fiatalok vagytok, lelkesek vagytok, hát ha tudtok valami okosat. Még egy kérdésem van, megbíztak vele, csak azért most jutott eszembe. Innen az állomástól megy fölfele egy lépcső, és állítólag az életveszélyes állapot. Melyik lépcső? Ahol a fejlőkostályázó lakik a András ott. Igen, ezt olvastam a karbantartási tervbe, hogy idén bevettük a mélyút mindkét oldalán a lépcsőknek a felújítását. Benne van. Átadtam. Köszönöm. Parancsoljon képviselő úr ismét. Ugye feltörődött itt a civil szervezeteknek, jó lenne valamit kitalálni és csinálni. A polgármester azt, hogy nem mondta, nyilván figyelmét elkerülte, hogy ez az állásfoglalás, amit kapott az önkormányzat, ez egy nagyon érdekes mondattal záródik, és az érdekes mondat az úgy hangzik, hogy ez az állásfoglalás, ez bíróság előtt nem védhető, és erre nem lehet hivatkozni. Tehát ezzel valójában az van benne, hogy nyugodtan lehet törni a fejet, hogy nem így záródott? Hát nem pontosan így fogalmazódik, de képviselőnek mindig jobb a memóriája, mint az enyém. Pontos, hogy nincs itt. Biztos, hogy, nincs itt. Mert én azt de ettől függetlenül, igen, valóban minden egyes állásfoglalásnak ez a záró mondata, mert a felelősséget az önkormányzatnál van. A jegyzőnél van egész pontosan a törvényesség felelőssége, nem a megyei kormányhivatalnál. Ez mindegyiknél ott van. Igazából csak egy ilyen kérdésvezetés, hogy ugye azt mondtad, hogy a humánium forrása, amit nem álltok volt a település karolatás szempontból, hogy arra gondolhatok-e esetleg, hogy tájépítést tanítok be azon tekintetben, mert hogy azért a világok karbantartása jutott is, tehát hogy azért ez munkaigényesebb, mint hogyha visszaveszünk és mondjuk olyan igénytelenebb bokrokat, vagy tehát most csak ötletelek én is, mert nyilván ezt tájépítést jobban meg tudja mondani, hogy minél kevesebb munkával meg lehessen úszni egy ilyen település karbantartást. Uh-huh.
Hát... Tehát ez most csak kérdésfeleletés vagy javaslat, azért nem muszáj rá válaszolni. Válaszolok. Persze, hogy válaszolok. Én nagyon bízom benne, hogy a pásztor mondta, a következő ciklusban megint lesz egy ilyen hurrá, tehát egy ilyen mindenki nagyon aktív lesz néhány évig. A legtöbb virágágyás az a 2013-ban kialakított kertek, itt a leginkább a főtér területén. Nem alkalmaztunk ugyan tájépítést, de a gyönyörű egynyáriakat azért igyekeztünk lecserélni szállítási költségen, ugye Pista veled hordtuk fel a zömét 99%-ban a rózsákra, mert hogy éveken keresztül tudják produkálni a virágzatot, bár metszeni kell, meg permetezni kell, de azért mégis. Na most említettem, hogy a település központ turisztikai célú fejlesztésében nem csak a közlekedés és a térnek az átburkolása, hanem maga a növényzetnek a frissítése is szerepel. Ezekhez a munkákhoz viszont be kell vonnunk a közlekedéstervezőt vagy úttervezőt, nem tudom melyik a jó megnevezés, be kell vonni a tájépítést, be kell vonni a kertészeket, tehát egy csomó olyan szakma fog megjelenni ebben a körben, aki valószínűleg fog majd tenni arra javaslatot, hogy akkor oda ne rózsát ültessünk, hanem valami virágzó loncot, vagy nem tudom micsodát. Igen, hát hogyha lesz megoldás, és ez már egész biztos, hogy a következő ciklusnak a feladata lesz, hogy ez csak egy része a település karbantartásnak. Hál' Istennek a szebbik része, mert azért mindig vannak lelkes asszonyok, akik segítenek, sőt most már férfi ember is van, aki segít. És azért gyönyörű és illatos, meg tényleg nagyon szép. Tehát nem az lenne a cél, hogy ebből a minőségből veszítsünk, hanem valami olyan növényt ültessünk, ami legalább ilyen szép, csak kevesebb gondozást igényel. Ezekhez mondjuk olyan gépeket lehet szerezni, amikkel ugye még, tehát lényegében a hatékonyságot kell venni. Hát a gépeket is kezelni kell valakinek, tehát ez is egy nagy visszatartó erő a mostani felállásában a település üzemeltetésnek, ami nem biztos, hogy a következő ciklusban ebben a formájában fog tudni működni. De hát ezt majd a aktuális testület és vezetés el fogja dönteni. Ki jelentkezett előbb? Adjuk a pásztor úrnak a lehetőséget. Parancsoljon le, pásztor úr. Van még egy utolsó kérdésem, nem is kérdésem, inkább észrevételem, hogy a földnapján ugye a gyerekek nagyon szépen dolgoztak, és pont akkor utaztam, és állomásról láttam, hogy nyírják a füvet. Most ha az alpolgármester úr végigmegy a Baba parton, talál olyan helyet, többet, hogy le van nyírva a fű, 10 négyzetméter vagy 15 nincs, utána megint le van nyírva, itt úgy szintén. Nem értem, hogy maradhat ott ki, hogy nem látja az alpolgármester úr, ha végigmegy ezt. Pontos területet kaphatunk? Vagy hol van ilyen? A Baba partnál. Pont a tetején. Ahogy a gyerekek megcsinálták a videó, gyakorlatilag ahol a taposó sétány van, az környékén két ilyen terület. Kettő ember kasszára osztott, és ez egy akkora terület, hogy ezt egy nap alatt nem tudják megkasszálni. De nem azt kérdezik. Tehát ez három napos munka, valahol befejezték. De félreért ezt nem jön. Azért értesz félre, mert ez a rész nem van kaszálva, ez a rész nincs lekaszálva, itt megint nem van kaszálva, nincs lekaszálva, nincs le van meg itt. Ez általában a végső népfordul elő, ez nem rész, teljesen lakos. Ez teljesen lakos, fent a Baba part területén. Megnézzük, köszönjük szépen. Képviselő úr. Én azt szeretném mondani, hogy a kedves kérdező kérdezte, illetve számunk kérte a szakmaiságát, hogy hol milyen virágok vannak telepítve, vagy hasonló, milyen jól lenne a tájépítész. Mi személyesen elhallgattuk, hogy van a településnek kertészet, tehát attól is azért meg lehetne kérni tanácsokat, csak lehet, hogy sokan ezt nem tudjuk. Igen, van a településnek kertészet, mert hogy a jogszabály szerint a temető fenntartáshoz kötelező egy darab kertésznek az alkalmazása. Sokan tudjuk, képviselő úr nem tudja három éve. Három éve nem hajlandó tudomásul lenni. Nem látom. Nem látja, attól még van. Attól, hogy a képviselő nem látja, attól még van, és attól még dolgozik is. Ugyanúgy részt vett a meccésben is, a kapálásokban is, minden egyébben, mint ahogy a többiek. Nem kertészeti feladat ez elsősorban, hanem a tájépítési feladat lesz.
Igen. Aztán már csak két, de itt nem is kérdésem, akár csak feljövő. Nem szobról van. Én úgy tudom, hogy majd a MÁV az elkezdi a felmondtag emelését Szobor-Nagymaroson, például, tehát a környéken, tehát hogy valószínűleg ez a vasúti fejlesztéshez kapcsolódik, hogy a jelentős napok is érkeznek. És ez csak egy kérdés, hogy tudom, hogy ez nyilván ebből az övegét kimaradt, mindazáltal lehet-e, vagy van-e lehetőség arra, hogy felvegye a kapcsolatot a MÁV-val, ha már amúgy is itt dolgoznak ezek a szakemberek majd ugyanezekből a előregyártott elemekből, stb. Stb. Szobon és Nagymaroson, akkor esetleg Zebedi belekapcsolódhat el ebbe, hogy legalább az akadálymentes peron megvalósuljon. Tehát ugye azt látjuk, hogy 20-30 centivel azért van egy lépcső a mostani alacsony padlós járművek és a jelenlegi peron között, hogy ezt megemeljék. Ha már itt vannak ezek a munkások, akkor ne utáljon el egy következő tanít, hogy majd akkor jönnek vissza, amikor... Hát az előző pályázattól is eltelt már 8 év, tehát azért van esély, hogy újabb időszakok telnek el, de ahogy mondtam, azért, ha nem is minden nap beszélünk a MÁV-val, de folyamatosan kapcsolatban vagyunk velük, egy probléma azért van. Ha van kontakt, akkor annak örülünk, azt megköszönjük, hogy annyit változik a MÁV szerkezete, illetve a vezetősége, hogy komoly munkát igényel mindig megtalálni az éppen aktuális csoportot, illetve felelőst. Most a legutóbb, múlt héten kerestem őket, Zsák utcába futottam, nem sikerült a tovább lépnem egy telefonszám után, nem sikerült megtalálnom az illetékest, de ha tudsz ilyet, akkor nagyon köszönöm, úgyhogy folyamatban van. Nem csak így, ugye benne jó. Van a hírekben is, és ezért azt hittem, hogy valami kapcsolatod van. Jó, oké, köszönöm szépen. Köszönöm. További, parancsolj. Nekem két észről értelem volna. Egy a pásztor úrnak a felvetés, hogy itt áll ez a kérdés. Utána a te válaszod volt arra, hogy a Dunaparton itt lesz majd, ha meg lesz a pályázatra, vagy a pályázatot megnyeri az önkormányzat. Már megnyerte. És már, hát jó, de 5 hónapja, most nyerte meg az önkormányzat. Mert 5 hónapja tudták, hogy ez a kivitelező fogja megnyerni. Nem tudjuk, hogy melyik kivitelező fogja meg, most se tudjuk. Hogy 5 hónapig itt áll a gép, holott, és csak most derül ki, hogy a pályázatot megnyerni, de a kivitelező még mindig nincs meg, hogy ki fogja csinálni. Mert úgy hangzott el, hogy a Dunaparton nincs még, hogy ki fogja. Ide kiviteli tervek készültek, most lesz a közbeszereztetés. Mondom, közbeszereztetés. Tehát nem tudjuk, hogy ki fogja csinálni. És a Dunaparton sem tudjuk, ott most fog lezárulni a közbeszereztetés. De a kettő ügyeljön. Beszélhetek, vagy akkor fejezd be, mindegy. Akkor befejezem én, jó? Tehát a Dunaparton jövő héten el fog indulni a munka. Teljesen mindegy, hogy ki lesz a kivitelező, szüksége lesz a nagy gépre, mert ott partfalat fogunk bontani. Tehát a nagy gépet, ha máshogy nem, bérbe fogja venni, mert szüksége lesz rá. Ezért nem ment el. És igen, 5 hónapja tudjuk, hogy ez a munka el fog kezdődni. Tudjuk. Ki ez a gép most? Ez egy kivitelezője most. De béreli a falu? Micsodát? Ezt a gépet. Nem béreli a falu, elvégzett egy munkát. Az a kérdésem, hogy kinek a költségére állít? Mert ennek költsége van. Kivitelező. Nem a miénk. De melyik kivitelező? Nem értem, mit tetszik kérdezni. Itt áll egy gép. Igen. Ennek amortizációja mindenfajta költsége. Ez az ő baja. Akkor is áll. Így van. Ki fizeti ezt? A tulajdonosa. Az övé. Jó, tehát elvisszük. Így van. Köszönjük szépen. Dolgozni fog. Igen. Folytathassuk, igen. A másik felvetésem, hogy arról volt, hogy az úton nincsenek bejelentve sok futórendezvény, meg ilyesmi. És az autók meg itt parkolnak végig, főúton is, meg itt is. Nagyon egyszerű. Tudtom, az önkormányzat minden hónapban vagy negyed évente a rendőrségnek tudtat egy hónapot összeg. Akkor miért nem lehet a megkérdezni? Mit csinál az önkormányzat? Hát a rendőrséggel van egy megállapodás, hogy valamit... Nincs. Honnan szerezted? Akkor volt. Legalábbis nem is volt. Soha nem is volt. Miért lett volna a rendőrséget? Milyen módon finanszírozna a rendőrséget az önkormányzat? Jó, nincs. A másik, és akkor, de akkor viszont miért nem lehet a rendőrséget kijönni, szóljanak föl, hogy szólítani az autósoknak, hogy nem parkolóhely. Ki van téva megállni tilos tábla, innen is, onnan is, és mind a két oldalon állnak. Valamelyik nap is ugyanígy voltam, amikor a futás volt, nem fértem el a géppel. Melyik géppel? Az MTZ-vel, traktorral. Na, ezt meghagyjuk is.
Úgyhogy szerintem ezt nem most vitassuk meg, majd négy szem közt az MTZ-t. Tovább. Nekem egyre jó. Parancsolj. Csak azt szeretném mondani, hogy szerencsére nagyon sok nagy építkezés van fönt a hegyen. Rengeteg anyagot szállítanak, nagy teherautókkal, és ki van téve minden feljárónál, hogy 5 tonnánál nagyon nem jöhet föl. Azok hogy jönnek föl? Van-e tőlük beszedbe útdíj, vagy büntetés, és az a pénz mire van elhasználva? A képviselőtestület, az önkormányzat hozott egy rendeletet, amiben a behajtási díjakat meghatározta, gépjármű súlyhoz igazodóan létrehozott körzeteket, amikben azt is eldöntötte, hogy hány tonnáig milyen jöhetnek be az autók az adott néhány utcára, tehát a kialakított körzete. Igen, ezek az építkezők, ezek kötelesek behajtási díjat fizetni. A behajtási díj összege az ugyanúgy belefolyik az önkormányzat költségvetésébe, mint az összes más helyi bevétele. Elmondtam az elején, hogy nem tudjuk őket ellenőrizni per pillanat még. Lesz rá megoldás. Előfordulhat, hogy úgy megy föl, hogy nincs behajtási engedélye, ha elkapja a rendőrség, akkor megbüntetik, ha nem kapja el a rendőrség, akkor sajnos ez történt, de azt hozzá kell tennem, hogy az előző évekhez képest, mióta beindultak az építkezések, igen tisztességesen jelentgetik be a behajtási engedélykérelmüket az építkezők. Tehát szinte folyamatos a... Csak az a furcsa, hogy ha beveszed a pénzt, igen, hogy az miért nem akkor arra a tönkretett útnak a megvalósítására. Azért, mert ez a pénz, ez egy minimális összeg az út fenntartási költségekhez képest. Tehát nem ebből fogjuk az utakat fenntartani, hanem abból az összegből, amit a testület elkülönít, vagy abból az összegből, amit pályázat útján meg tudunk nyerni. Igen, sajnos. De mondhatnék ilyen utakat, nem csak arra felé. Sajnos a Bartóki út, a János hegy területe, Ady Endre utca szakaszai. Van a műszaki vezetőjük önöknek, nem? Igen. Hát azért az nem hiszem el, hogy nem lehet felmérni, mert itt nekünk is építkezik egy új ember ott. Hát a mixer, az közel 250 másodikor viszi fel a beton, és azt föl lehet mérni, hogy mennyi betont szállítottak föl, és egyáltalán mit fizetett ki? Hát nem. Tehát azért ez nem így működik sajnos, de köszönjük az ötletet. Itt az alaphelyzet az, hogy azok az emberek, akik behajtanak behajtási engedély nélkül, hogy miért engedik meg ezt maguknak, tehát nem jogszabálykövetők. Tehát az alaphelyzetből kell mindig kiindulni. Tehát, hogy nem az kellene, hogy miért nem ellenőrizzük, miért nem megyünk utána. Természetesen, ha lenne annyi kapacitásunk, ezt megtennénk, hogy saját rendeletünknek érvényt szerezzen. De itt az alaphelyzet mindig az, hogy az emberek nem érzik azt, hogy ide behajtási engedélyekkel, és önként jön be, és önként fizeti be, úgy, ahogy nagyon sokan itt a településen az adójukat is megfizetik, és nem kell utána mennünk, és nem kell behajtatnunk, és végrehajtanunk. Tehát itt mindig az alaphelyzetből kéne kiindulni, hogy az emberi bulasztás az, hogy ő kibújik a jogszabályi következmények alól. Az igazság azért az, hogy ön a jogszabályokat hozzá itt föl, ha nem tudnánk, a halál esetek 90%-a a szabálytár előzőjében van. Ezt tudjuk. Igen. Hát ez és adott sem tartjában jogszabályokat. Így van. De akkor függetlenül kellene ellenőrizni. Na, elnézést, azért most nem lehet aggódni, hogy valaki befizeti, vagy nem fizeti meg, mert azt az utat valaki annak idején belerakta a pénzt. Vagy itt önerőből nem egy, nem két út készült már az övegénkre, hogy a tulajdonosok az otthonok belerakta a pénzt. Ilyen úgy követett út, kikumenedett út. Most szemük láttára ott megy tönkre, gyúrja befelé a mixer, és aztán úgy kell elmenni oda szólni a építőnek, építkezőnek, te érdek, ha már csináltál valamit, akkor szóval nem egy kicsit kővel vagy valami, és akkor ilyen-olyan arcot várhat le. Szóval én ezt megértem, de azért nem Svájc vagy Németország, hogy az emberek itt önként szólják ki, hogy nem tudom a pénzt, főleg mondjuk egy építkező. De azért valami határt meg kéne tudni. Köszönjük.
Köszönjük szépen. Parancsoljon képviselő. Véleményem szerint itt egy kicsikét keretbe beszélünk, mert ha egyszer kimondtél, hogy 5 tonna, akkor nem engedhetnék meg azt a önkormányzat, hogy adok rá engedélyt, hogy ott 20 tonnás adatot bemegy. Mi jobban adok 20 tonnás autóra engedélyt az önkormányzat, ha csak 5 tonnát van 5 behajtási tilalom. Az út annyit pirált. Ezért gyakorlatilag a építető köteles olyan autót szerezni, amivel ha kell, kis autóval hordja fel. Teljesen egyetértünk, így van. Nem adhatok engedélyt önkormányzat se, oda, ahol ki van téve az 5 tonna. Igazad van, így van. További. Képviselő úr, parancsoljon. Vagy igazad van, bocsánat. Itt előbb elhangzott, hogy milyen jó lenne egy műszaki ügyintéző. Lehet, hogy valaki még emlékezik, hogy én évek óta azon harcolok, fölöslegesen meddő harc volt, azt előre megmondom a végeredményt, hogy legyen a településnek egy műszaki ügyintézője. Tudnék, jelenlegi felállás szerint van egy műszaki ügyeket ellátó vállalkozása, ha jól tudom, hetente 2 napig horribilis összegére. Nyilván most mondom, mert lehet rá válaszolni. Tehát én várom a választ, hogy most csacsiságokat beszélek, vagy sem. Ez volt a kérdés, csacsiságot. És akkor tessék meg az érvet is, hogy miért, mert akkor én mondom ilyen, hogy mennyibe kerül és ki az, jó? Hát, hogy ki az, azt szerintem mindenki tudja, hogy ki az, de nem hiszem, hogy ez most itt a műszaki ügyintézőnkről van szó, aki 2013-tól dolgozik az önkormányzatnál egy vállalkozóként, megbízási díjat dolgozik, mint vállalkozó, és nem horribilis pénzért, hanem egy vállalkozási díjért dolgozik. Horribilis pénzért az önkormányzatnál sajnos senki nem dolgozik. Egy kiegészítést tehetek? Persze. A következő, hát először is hetente 2 napot, tehát az, hogy dolgozik. Most már 3-at. Most már, bocsánat, nem vagyok egy brosúra van, tehát heti 3 napot, tehát nem több. És nem tudom, kimondhatom, hogy csak a kilométer pénze mennyi napi. Kimondhatja, de nem ennyi lesz, úgyhogy én inkább azért nem mondanám ki. Igen? Nem. Azért kimondhatja, de nem ennyi. És én nem szeretnék semmiféle jogi félreértést, vagy valami, tehát olyan nem kívánt bonyodalmat ebből az egészből, úgyhogy szerintem ez egy többször tisztázott és többször meg nem értett vita. De most tehát eddig is mindig elmagyaráztuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy hetente, naponta, akármennyi üzemanyag felhasználása van a kollégának. Igaz, hogy rengeteg olyan utat kell megtennie, ami nem a műszaki feladatvégzéséhez tartozik, de megteszi, mert Dunakeszerés eljárt a diétás gyermekek étkezését megoldani, saját kocsijával nyilvánvalóan elszámolt költségért, de azt hiszem, hogy ez kötelező feladat, és ha így tudta megoldani az önkormányzat, akkor így tudtuk megoldani, mert az önkormányzatnak a nagy teherautójával még akkor is volt nagy feladató. Mindegy. Tehát nem volt értelme. Jó. Szerintem, hogy úgy gondolja a képviselő úr, hogy ez így van, hogy méltatlanul sokat keresnénk egy vállalkozó, akkor azt javaslom, hogy le kellene ülni akkor a vállalkozóval, mint képviselő, és akkor meg tud akolni, hogy pontosan hogy is van ez, mert azért nem szeretnék ilyen személyiségi bonyodalmakba belekerülni. Köszönöm szépen. Tovább. Az egészben csak az érdekes, hogy nem is tudta, hogy mit fog mondani, és már is be volt harangozva, hogy hülyeség, amit mondok. Ez az egyik. Hát mert maga mondta, hogy butaság vagy nem. Csacsiság. A másik, én úgy gondolom, tehát bocsánat, te mondtad meg viszont tőle. Te kezdődik. Igen, egy kicsit eltévedtünk. Na, de a másik, hogy érdekességképpen, ugye, hogy én úgy gondolom, hogyha van egy képviselő testület, és annak van egy vezetője, a polgármester asszony, akkor nekem elsősorban nem a vállalkozóval kell felvenni a kapcsolatot, hanem mint testület, vagy mint polgármester, meg kell mondani, és én már lebontottam napra, órára, vagy ilyen kilométer pénz, ha egész nap 24 órán keresztül megy valaki, nem lehet képtelenség elhasználni. Jó. Én meg számtalanszor válaszoltam rá, sose fogadta, de sose értettük meg egymást, úgyhogy ezzel nem nagyon tudok már többet mit magyarázni. Jó. További. Ezen kívül milyen jó eredménye van ennek a műszaki vállalkozónak? Milyen eredménye? Mi az, hogy milyen eredménye? Mit csinál? Ez egy eredmény, hogy ő hozza el az ebédet. Nem. Mi probléma? Ez egy munkakörön kívüli feladata volt. Milyen látszatja van a faluban? Milyen látszatja, az összes fejlesztésben részt vesz, amit a faluban tapasztalható mindegyikben. Hatóságokkal tartja a kapcsolatot, a DMRV-vel, az elmővel, az adóértékbizonyítványokat csinálja, a
földhivatalhoz ő jár be, nem is tudom felsorolni, mennyi mindennel foglalkozik. Tehát nem arról van szó, hogy van egy műszaki vállalkozó, aki azért ül ott, mert a polgármesternek úgy tetszik. Maximálisan ki van használva. Heti egy órát, hogyha arra szállna, hogy körbeautózza a falut, akkor sok minden. Viszont jelentősen emelkedni fog az üzemanyag felhasználása. Megtudjuk. De ez nem azért szemezete. Jó, további valakinek volt még valami? Parancsolj, Laci. Meg kérésem lenne, a tudva lévő, hogy minden nehéz gépjármű, ami túl súlyos, meg túl magas, az Árpád utcán jön végig, mert a Hét hídnál tud csak bejönni. Azon a kérésem, hogy a Fischer hídnál előtte egy 30 kilométeres táblát tegyünk ki. Úgy dönget a spáros autó reggel 5 órakor, hogy arra ébred az ember, a röngszállító autók, meg a mixerek, minden arra jön, és nem 40-nel, hanem ami a csövön kifér. Úgy jönnek, addig még nincs valami baleset. Nemrég volt olyan, ugye két jármű találkozott nálunk a kanyarba, meg tudom mutatni, a kamion visszatolt, leszakította a csatornámat, mert olyan magas kamion volt, nem fértek el. Hát egy 30 kilométeres táblát kérnék a Fischer híthoz, ha meg lehet ezt oldani. Segítek beásni vagy letelepíteni, csak egy kicsit, hogy vissza lehetne fogni ezt a rajzát, mert hát mondom, úgy jönnek, a múltkor is ugye, mixer egymás után, negyed óránként jöttek, valahogy a juhászokba mentek föl. Hát szóval tűrhetetlen. A tábla szerintem nem fogja visszörüket, megkörrendőkkel a munkat. Valami megoldás, jó? Ez a kérésem, mert hát sokszor mondom, reggel a spáros autó 5 órakor jön már, hát aki ott lakik, az tudja. Ja. És hát szóval tűrhetetlen. Nem beszélve arról, hogy a házfala, hogy éppen meg van már repedve. Most le fogom ragasztani, és fogom nézni havonta, hogy elszakad-e a ragasztó, mert itt valami kártérítést fogok kérni. Jó. Oké. Okay. A kérés, hogy egy táblát tegyünk oda, ha meg lehet, jó? Jó. További kérdés. Menjünk haza, mert kívül a vacsora. Jó, nincs tovább? Akkor köszönöm szépen, hogy legalább ilyen szűk számban, de jelen voltatok, és mindenkinek szép estét kívánok. Köszönöm szépen. Mi köszönjük, szép estét nektek, sziasztok!